Tehát ezt azt mondjuk, hogy tovább, és a kék plusz jelre kattintva tudunk egy új pótlapot kérni. Az adóbevallás megírásának lépéseit tanulták a Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó Bezerédi István Szakképző Iskola felnőtt oktatásában résztvevők még januárban. A felnőttek képzésének több formája van, de alapvető lényege, hogy két szakma, valamint egy szakképesítés megszerzésére ma ingyen van lehetőség. Az eddigi fogalmakkal ellentétesen ugye szakképesítésnek neveztük mindazt, ami tulajdonképpen most szakma, ami az OK-ban volt. Ugye a szakképesítés is egyet a két szakma mellé ingyen lehet a jövőben szerezni, de ez egy más fogalmat fog jelenteni, vagy egy más fogalmat jelent. Ez egy szűkebb területet ölel most fel a szakképesítés. Ezek az akkreditált program akkreditációval rendelkező képzések lesznek, amit így tudunk majd adni. Tehát összességében kettő szakmát és egy ilyen szakképesítést ingyenesen lehet megszerezni. A Szekszárdi Szakképzési Centrumban szinte valamennyi hazánkban oktatott szakma elsajátítására van lehetőség, de vannak olyanok, amiket kiemelten kezelnek. 174 alapszakma van most jelen pillanatban. Tulajdonképpen, ha nagyon meggondolom, szinte mindegyiket tudjuk oktatni, képezni szeptembertől is, hiszen ezek egy része korábbi szakmák összevonásával jött létre, kibővítésével jött létre, hogy a gazdaság igényei kívánták. Ezekre felkészültek vagyunk, ezeket tudjuk oktatni. Ami nálunk kiemelt terület megyei szinten, illetve szekszárdi szinten egyaránt, ez a kereskedelem, az idegenforgalom, turisztika, vendéglátás, a műszaki szakterületek, ide tartozik a gépészet, speciális járműgyártás, de itt kell felsoroljam azokat a képzéseket, ami az informatikához vagy közgazdaságtanhoz csatlakoznak, illetve akár még olyan speciális dolgokat, mint a rendészet, vagy akár a honvéd kadét képzésünk is, ami itt is meg fog jelenni és meg tud jelenni. És most jön az újdonság. A felnőttek képzése eddig csak nagyon kötött módon iskolai keretek közt tudott megvalósulni. Ezeket a kereteket tágítják most, amennyire persze lehetséges. Nagyon izgalmas, hogy a felnőtteknek a képzését hogyan lehet megoldani. Ugye az ifjúsági képzés az egy szegmens, egy nagyon jelentős, meghatározó szegmens természetes módon. A felnőttek képzése egy nagyon izgalmas dolog. Ugyanis a felnőttek, amikor iskolába jönnek, akkor eddig ugye egy vagy két éves képzésben tudtak részt venni egy nagyon kötött munkarendben. Most szeptembertől már egyéni képzési rendeket tudunk kialakítani. A korábbi képzési időnek akár a 40%-áig le tudjuk csökkenteni a képzési időtartamot. Figyelembe véve azt, hogy milyen előzetes tudása van a képzésben jelentkezőnek, ezt be tudjuk számítani. És így tulajdonképpen egy felnőtt képzési jogviszony keretében, iskolai rendben, de egy speciális felnőtt képzési jogviszony keretében tudjuk ezeket a képzéseket végezni. Annyira nem tudunk egyedileg lenni, hogyha 15-20 ilyen jelentkezőnk van, akkor mindenkivel teljesen egyedileg dolgozunk. Azt viszont mindenképpen meg tudjuk csinálni, hogy azt mondjuk, hogy kijelölünk akár a nappali rendben olyan kontaktórákat, amikor, hogyha ideje lehetősége engedi, bejöjjön, oda beülhessen, tudunk neki távoktatásba digitális munkarendben tananyagokat kijelölni, és azt tudjuk lehetővé tenni, hogy konzultációs időpontokban rendelkezésre állunk, illetve miután ugye maga a képzés gyakorlatorientált, teljes mértékben gyakorlatorientált, ezért azt is tudjuk vállalni, hogy azokat a kiegészítéseket tesszük meg az ő tudásához mérten, amire neki van szüksége. Így akár az is elképzelhető, hogy előzetes tudása alapján valaki a korábbihoz képest fele annyi idő alatt szerezhet szakmát, vagy még gyorsabban. Az lenne a cél, hogy akár a saját vállalati körülményei között is tudjuk ezt a képzést csinálni, meg tudjuk ezt is oldani. Az lenne a cél, hogy minél kevesebb időt vegyünk el abból a hasznosuló időtartamból, amit egy cégnél, főleg egy kis vállalkozás vagy egy mikrovállalkozás esetében, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Ebből a hasznos időből keveset vegyünk el, ezért távoktatási programokkal dolgozunk, próbálunk, alakítjuk ki, és alakítunk ki természetesen olyan egyéni tanrendeket, amik ezt szolgálják. Itt alapjában véve azért ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogyha valaki munkában van, és valamilyen módon, autodidakta módon, de korábban már szerzett tudást, és ezt szeretném most formalizálni is, az papír.
papírt szerezni róla. Akkor most ennek a lehetőségét tudjuk megadni, hiszen a saját cégénél, vagy abban a cégben, ahol ő alkalmazott, tudja mindezt a gyakorlatot teljesíteni, és amikor a gyakorlatot teljesítette, mi ahhoz teszünk kiegészítéseket. Tehát tulajdonképpen így tudunk mi nagyon rugalmasak lenni minden irányba. A szexuális szakképzési centrumnál szeptembertől indulnak ezek az egyéni képzések, amikre egyébként évközben is lehet jelentkezni bármikor.